Sziasztok, Péter vagyok az Erdélyi Túráktól, és eljöttünk megnézni így húsvét napján, hogy mekkora hó van még a hegyekbe. Hát itt figyeljetek, az úton van 10 centi bőven, amíg nálunk a hőmérő nem csal, 12 fokot mutatott a hőmérséklet. Itt még a hegyekbe a tél az úr, és szerencsére van egy nyom is, amit ugye tudtunk követni, és akkor így följebb tudtunk jönni olyan 1150 méter magasra. Olvad ez is szépen, és hát Dóri tartja most a telefont, mellettem vagy középen ül ez a kisfiú, a kisfiunk, Levi. Mutasd meg őt is, Dóri, meg engemet is. Levi az nem integet. Majd fog lassan ő is integetni, hogy fejlődik a kisfiunk. Hát itt egy szarvasnak a nyomát látjuk bal oldalt, és ahogy jöttünk fölfele, rengeteg medvenyomot láttunk, majd számoljuk, Dóri, hogy hány helyen láttunk medvenyomot, jó? Meg szálljunk ki, és akkor odarakom a kezemet egyhez, ami olyan szépen felőled lesz, ami nagyon szépen látszódik még. De itt is szerintem lejött egy, nézd meg. Az emberi. Az emberi? Igen. Hát itt ezen az úton itt mindig látjuk a medvéknek a... De itt ez szerintem... Ja, ez se az szerintem még. Jöjj, majd számoljuk, hogy hány helyen láttuk a maciknak a nyomát. Hát ugye egyre lejjebb és lejjebb érünk, annál kisebb lesz ugye a hó. De ez is minek a nyoma lehetett itt. Na, ez medve nyom már? Ez itt jobbra. Ez már lehet. Az már az? Aha. Mutasd meg. Aha. Hát az már csak régi nyom, nem? Na, akkor ez az egyes számú medvenyom. Hát ugye a télben az a jó, hogy látjuk a nyomokat. Itt lesz a következő. Itt lesz rögtön a következő. Ott lehetett, onnan jött le, vagy oda ment fel. Mutasd így oldalt. De menjél mellé, mert így nem lehet. Lehet körmeit látni, vagy valami? Lehet. Igen? Aha. Majd mondjad. Aha, megnézed, ezt szerintem itt ment középen is, látod előttünk. Aha. Ó, az szépen lehet látni itt középen. Várja. Kiszállsz? Bejövök, de ez se kicsi, Dóri. Se itt is tökéletesen lehet látni. Mekkora? Hát de nézzetek oda, komolyan. Ezt nézzétek meg, itt a tenyerem. És itt vannak így a körmei. Azt nézzétek meg. Ez marha nagy. Ott egy körme. Egy-kettő, nézzétek, így széjjel nyitom a tenyeremet. Basszus. Ez tényleg rohadt nagy. Mellé rakom a lábamat. Ez nagyon nagy. Így várjál, lefényképezem én. Na hát, ezzel azért csak nem lenne jó találkozni. Na, így lehet látni szépen. Hát az arra ment át. Tessék? Jobban mutat, ha én teszem az enyémet. Ja, körülbelül Dóri rakja oda a kezét. Na, az a női kéz. Dórié, nézzétek. Ő is lefotózta. Ez tényleg jó nagy, hallod. Hát, és le a fákról leolvadt, totál a hó. Egy gyönyörű időnk van. Hát itt azért még fagyni fog szépen ma. De látod, ez meg szerintem ez másik, mert ez meg errefele ment. Látod? Itt lehet látni a lábanyomát. Kisebb is. Kisebb is, ja. Ja. De az tényleg marha nagy. Hát akkor most itt kettőt is látunk, ez hanyadik? Második, harmadik? Hát ezzel együtt akkor már három. Három. Ez itt ment így a középen. De ennek is nagyon szépen lehet látni így a lábanyomát egyébként. Ez se olyan régen jöhetett itt, szerint.
értem. Lehet, hogy itt figyel minket valahol. Meg lehet, hogy itt ment föl. Látod, Dóri? Itt. Nagyon. Ott följebb is lehet látni. Igen. Ha nem lesz tovább nyom, akkor az ott fölment. Nincs tovább. Nem látok. Itt is van. Aha, három. De ezek régiek. Ez régi lehet, hogy ugyanaz volt. Legyen négy, egy fene. Akkor ez. De ez biztos, ezt nézd meg ennek a körmét. Előrébb. Lehet jól látni? Előrébb. Hát lehet. Mi? Lehet. Jól lehet látni a körmét is? Hát a lábujjait, igen. Itt is. Ez is erre, jobbról jött erre. Itt felőlem is szépen lehet látni, hogy ment arra. Vagy csak ide? Vagy a felvétel? Nézzétek itt, milyen gyönyörűen lehet látni, hogy ott arra ment föl. Itt a maci. Itt meg ugye lehet látni, hogy ez szarvasnak a nyoma. Hát nem őzi, mert ugye a távolság a nyomok közt sokkal nagyobb. Meg hát maga a nyom is nagyobb, mint egy szarvasé. Na itt a következő. Ez merről jött, Dóri? A patak felől vagy a... Arról jött? Arról felőlem? Lehet, hogy ez ugyanaz, nem lehet tudni. Fölment egy kicsit, azt itt visszajött. Na mindegy, ötöt már biztos láttunk. Aztán lesz-e még, nem tudni. Tehát már öt nyomnál tartunk, mert lehet, hogy itt a patakvölgybe oda-vissza kolbászolt a maci. Csak most málnát éppen nem talált meg kolbászt se. Na ez is itt medve nyom lesz. Ez is medve nyom. Látod? Az is van. Ja. Merről jött? Az a patak felől. Lehet, hogy ez az egy medve volt, ami oda vitte már. Ez lehet, hogy itt jött végig a szélébe. Igen? Hát ilyenkor nézem mindig. Hát ilyenkor nézem mindig azért a hegyet, nem elátom fönt a macit, de hát ez is nem friss nyom, úgyhogy nem láttam semmit. Vagy nem láttam a rumit. Itt is olyan medvenyomszerű szerű nyomok vannak, úgymond. Ez jó így azért így nézegetni. Na ez merről jött ez? Mert ez is szerintem medve. De ez már hatodik szerintem. Nézed? Ez merről jött? Ez is a patak felől? Hát erről én meg nem mondom. Erről meg nem mondod? Nem. Ez a patak felől. Itt látom a körmenemmel. Csak ide. Itt nem. Nem? Nézzétek, ott lehet látni ugye a lábanyomát. Itt lehet látni a lábanyomát, ez a patak felől jön, vagyis ott a körmenyomát. Látjátok, abba ott lehet látni a körmenyomát. Úgyhogy ez már hatodiknak biztos elmegy. Na, adom vissza Dórinak. A nap meg szépen süt ránk. Levinek a szemébe. Hát itt őz, meg... lehet, hogy róka, lehet aztán, hogy hiúz, mert hiúznak a nyomát is láttuk már. Itt is volt. Mi, medvenyom? Igen. Igen? Igen. Na, visszatolatok. Jó, menjek? Jó. Igen? Hogy jött át a hídon? Hát erre. Ja, igen, a híd felől jött. Hát akkor ezt hetediknek lehet számolni. Hát most már 7-nél tartunk, aztán lehet, hogy ez nem 7 medve, csak 3, de hát akkor is az nem jó, nézzétek, ez a pár száz méteren keresztül. Na de menjünk egy még kicsit még tovább itten, ha föl tudunk menni, nem lesz nagy hó, de hát itt most már alacsonyabban voltunk, de most már megyünk fel megint magasabbra. Hát ha látunk itt is medve nyomot, de ugye ide erősebben süt a nap, tehát
elolvadt a hó. Aztán meglátjuk, látunk-e még medvenyomot. Na itt majd megint látunk nyomokat középen, meg egy kicsit szélibe is. Na itt is balról is. Ez is úgy néz ki, hogy medvenyom. Na és akkor elmegyünk egészen a medvelesig, látunk-e ott medvenyomot, kíváncsi vagyok. Bár itt is úgy nézett ki, mint a toporzékolt volna valami valaki. Itt balról. Aztán, hogy medve volt-e, vagy nem medve. Látod, itt is ezek a lukak ugye a hóba, de hát az is jó régi. Ez úgy izgalmas, úgy el tudnám képzelni, figyeljetek, itt hirtelen előttem megjelenne 20 a következő kanyarba egy maci. Ez sokkal izgalmasabb, mint hogyha most az ember elmegy, mit tudom én, egy medvelesre, vagy állatkertbe, kint látni így a természetbe. Na, az a szép halljátok. Itt viszont látszik a körbe. Igen, ott látszik a körbe, mert itt van, itt is egy jó nagy nyomot látunk, ott meg egy embernek a nyomát. Ott lehet még a körmét is. Körmét is lehet látni? Igen, ott lehet. Hát ez jó sok. Nem is tudom, 8., 9. ez, Dóri, vagy hanyadik ez a... Hát ott körül. Medvenyom. És tényleg milyen kis területen. Mi meg erre járunk állandóan, ugye rókagombát szedni, meg áfonyát. Na de hát tavaly is egyszer találkoztunk Macival, ugye abban a klasszikus esetben, hogy én egyik oldalt szedtem a Málna bokorról a málnát, aztán megjelent fölöttem a medve, mondjuk ő nem málnázott. Na de hát ez van. Na hát sajnálom, hogy el fog olvadni a hó, mert így télen tök jó volt ide kijönni Dórival, Levivel, és akkor kerestük, néztük mindig a nyomokat, kerestük a medvenyomokat. Nagyon neked is tetszett, nem, Dóri, mindig? Tetszett. Hát csak az, hogy így nem látunk medvét, mert ugye felénk nem ilyen kukás medvék vannak, hanem vadmedvék, ugye akik meghallják az autót, vagy az embert, akkor elmennek, tehát nem jönnek oda az emberhez. Értitek? Tehát ez a különbség ugye az ilyen kukázós, meg koltus medvék, meg a vadmedve közt, ugye ezek nem jönnek oda. Hogy a málnát is szedtünk, akkor is mi csömbbe voltunk, és hirtelen ugye megjelent fölöttem. Én is onnan vettem észre, hogy így legurult egy kő ugye a hegyoldalról. Fölnéztem, és ott volt a medve. Na jól van, hát tartsatok velünk máskor is itt a YouTube-on a kis filmjeinkben, aztán ne felejtsetek el fel is iratkozni ide a csatornánkra. Sziasztok! Ha tetszett ez a filmünk is, és szereted Erdélyt, akkor kattints a YouTube csatornánkon itt a csatlakozás gombra, ahol különböző összegekkel támogathatod a munkánkat, hiszen mi Erdély gyönyörű tájait mutatjuk be nektek a filmjeinkben. Köszönjük szépen, Dóri és Péter, erdélyi túrák!